Ma esti műsorunk fő vendégei a Pas de Deux, azaz Falusi Marian és Lang Györgyi lesznek. Csodáljatok bátran! Jó. Ma esti programunk címe pedig Váratlan vendég. Talán az elmúlt évadból emlékeznek rá, hogy mi is ez a váratlan vendég. Adott egy fő vendég. Ne figyeljenek oda, ők most ki akarnak engem csinálni, de én rendíthetetlen ólomkatonaként mondom az előre kitervelt szövegemet. Tehát fő vendég jelen esetben a Pas de Deux hozzá, tehát az együtteshez abszolút meglepetésszerűen érkeznek a vendégek a műsor folyamán. Olyanok, akik a lányok életében vagy fontos szerepet játszottak, vagy fontos, de legalábbis meghatározó szerepet játszottak volna, ha az áhított viszony realizálódik. Ahogy ez eddig is volt, lesznek a váratlan vendégek között ismerősök, tehát akiket saját jogukon is jól ismerünk itt valamennyien, és önnek persze olyanok, akik bár nem igen ismertek, de főszereplőink fejlődésében akár még meghatározók is voltak. Talán én vagyok az egyetlen szerencsés, aki nagyrészt tudom, hogy ma este kire és mire számíthatnak ők, illetve önök. Az érdekes találkozások mellett bőséggel lesznek produkciók, zenei betétek, átiratok, időnként még klasszikusok is. Kérdezték sokan, főleg a legutóbbi váratlan vendég kapcsán, hogy főszereplőink ma este, tehát a Pas de Deux előzetesen tényleg nem találkoztak-e azokkal, akik a következő 100 percben vendégségbe érkeznek hozzájuk. Most megmondják ők maguk, de azért az érdekelne, hogy mondjuk az ember hogyan készül egy ilyenre. Számításba vettétek-e, hogy mondjuk ki jöhet számításba? Igen, belegondoltunk, hogy ki jöhet számításba, és senki nem jutott eszünkbe. Most nem mondod komolyan. Egyébként a próba úgy volt, hogy sorszám szerint, tehát egyik nap lepróbáltuk a meglepetés vendégekkel, másik nap pedig velük, de azt hogy jeleztük? Igyekszünk. Én nagyon várom a 13B-t. 13B-t, igen, jó. Majd amikor ott tartunk, elmondom, jó, hogy ő volt az. Marian, mi lenne, ha mégis valaki olyan jönne, akinek abszolút nem örülnél? Lehet, hogy elhagynád a termet? Biztosan nem hagynám, mert kíváncsi lennék, hogyha annak idején nem örültem neki, most lehet, hogy fel tudnánk oldani ezt az akadályt. Esetleg még jobban összevesznénk, és ez olyan jó dolog. Ez egy életképes válasz. Hölgyeim és uraim, tartalomjegyzéket a lényegre tekintettel előzetesen nem tudok mondani, azonban pár percig kérem a türelmüket, és aztán belekezdünk. Köszönöm még egyszer. Hurrá! Hölgyeim és uraim, tehát itt a váratlan vendég, és a váratlan vendég mai főszereplői a Pas de Deux, azaz Falusi Marian és Lang Györgyi. Na most azért, hogy kényelmesen ültök? Nagyon. Igen, csak azt nézem, hogy ott valakit ismerek.
Jó, nem majd lehet. Nem onnan jönnek a váratlan vendégek, ja, ebből a kapuból, de azt hallom, hogy ahhoz, hogy tényleg komfortos legyen az érzet, nálatok mindig szükség van egy kis pilóta kekszre. Mi egy kocsinyit készítettünk elő. Ezt kérem szépen, minden reteszében pilóta keksz van. Ez itt a dísz, hogy lássák a nézők is. Na várjál, csak nem tudom kihúzni. Tessék. Atya, úristen, a végén várjál? Maradékot elvihetjük? Maradékot. Ha segítsetek, mert úgy megvan tömött sajtot. Persze, mindent én csináljam. Hát nem, hát így megmutatjuk, hogy mondjuk ennyi pilóta kekszel készülnek, és akkor egyre tesz. Tedd oda középre. Jó, igen. Csak, tessék. Anyukámét is megmutassam? Anyukád mit hozott? Pogácsa. Pogácsa, tényleg? Tényleg. Csókolom a kezét, majd megmutatjuk. Köszönöm szépen. Igen. Hú, de jó. Hú, de jó. Hát ez már tényleg aztán jöhetnek a váratlan vendégek. Az biztos. Tessék? Néztem, hogy ki van itt hanyattes. Ja, hogy mi van a... Elférsz ettől, vagy... Ez egy medve, kérlek szépen. Én nem tudom, hogy célzatosan hozta a berendezés, vagy sem. Minden esetre nekem tetszik. Muszáj ez, hogy ez ide közénk üljön? Nem. Ugye? De akkor hogyan fogsz faratozni? Leteszem ide a földre, és majd amikor nem tudsz jó. A Maci mellé. Csak hozzáférnek a vendégek. Akkor kezdjünk bele. Induljunk ki talán abból, hogy ifjúkor. Tehát megyünk valamennyire azért kronológikus sorrendben, egész egyszerűen azért, mert talán úgy egyszerűbb nyomon követni ezt a 31 néhány évet, amit magatok mögött tudtok. Ez nem olyan nagy baj, hogyha kimondom, nem, akkor szoktátok tagadni, vagy kimondható, nem, hogy mennyi? Nyugodtan kimondhatod. Csak az egy néhány elén a 20-at szoktam mondani mindig mostanában. Hát az ölkezők 31 néhány 20. Igen. Tehát szerelmes természetűek voltak-e a hölgyek kisgyerekkorukban? Mindig én beszéljek elő? Há persze, mert beszéljük, te voltál a szerelmes természetű, igen. Igen. Tényleg? Röven kell válaszolni, vagy röviden? Ennél igen. Lehet kifejtőbb válaszokat is adni. Igen, hát az óvoda az már kora gyermekkor? Kora gyermekkor, igen. Kora gyermekkoromban aktívan szerelmes voltam Léber Zsoltiba. Léber Zsoltiba, ő kicsoda egyébként, mert így Léber nem ismerjük Zsolti? Első az hallásra. Az anyukája az anyabarátnője volt, és együtt jártak ők már barátnőzni, és akkor mi meg együtt voltunk gyermekek. Ez azt jelenti, hogy mondjuk szükségszerűen kellett szerelmesnek lenni belé? Nem, hát Léber Zsolti nagyon vagány gyerek volt. Apukája sportedző volt, nem úgy, mint az enyém, aki szintén sportedző volt annak idején. És jártunk foci meccsre, ott megtanultuk az első csúnya szót. A történet, amire volt, emlékszem, az úgy volt, hogy kvázi, mint egy ilyen kocsiban tolt minket a Kati néni és az anya. És rémülten hallgattál. Kocsiban, óvodában még téged toltak, tehát még nem tudtál járni? Még nem voltam óvodás se, ja, még ez akkor, bocsánat. Ez még annyira egy korai gyermekkor. És akkor ilyen furcsa, hogy is mondjak, ritmusos ordibálást hallottak a két aranypofa kisgyerektől. Mondja meg. Ezt és akkor kérdezték, hogy mit mondtok, gyerekek? Mondtuk, mondja meg. És ezt hol tanultátok? A meccsen, mikor mondták, hogy nem lőtték be a gólt. Az volt Léber Zsolti. Marian, csatlakozom. Nekem nem volt, azt hiszem, ilyen gyermekkori szerelme. Hát akkor két fiatalember befárad. Jaj, én semmit nem mondok. Kiket találnék? Hát legalább nézd meg, aztán rákérdezhetek. Ehhez képest azt mondjuk itt a nézőknek, hogy semmiről nem tudtok, ami persze igaz. Tehát bejön két fiatalember, és akkor ehhez képest a többi rajtatok múlik. Uraim! A Léber Zsolti. Ő a Léber Zsolti. Így van. Na, Léber Zsolti. Ez egy későbbi korszakon. Várjál, baj van, ő is a Léber Zsolti. Langyőrdi, szia. És ez ki? Ő papa, jó, és ő egy sokkal későbbi korszak, ő már a nagyobbik gimnazista koromba történt. Na, várjál, itt van valami baj, nekem valami, az van fölírva, tévedsz. Most megmondom, tévedsz, nem ő. Szakonyi Ferencnek hívják az urat. Igen, papa jó. Egy és ugyanaz? Egy és ugyanaz. Úgy van. Papa jó, Szakonyi Ferenc. Na most akkor viszont innentől kezdve valamiféle, hogy mondjam, túl nagy szívvel fognak vádolni a nézők, hogyha nem derül ki, hogy papa jó, mit keresett a téletedben. Ő egy ilyen hatalmas plátói szerelem volt nekem, amikor is Menkó Zsuzsa volt osztálytársam, mert állandóan kijártunk, az összes vízilabda meccsre, ami elérhető volt, ugyanis ő a Fradinak volt a kapus. Ő hát emlékszem, te azt mondta, hogy egy nagy kredenc vagy. Akkor még nagyobb kredenc volt. És ez a plátói szerelem soha nem teljesedett be. Ez komolyan mondod, nem realizálódott? Nem realizálódott, igen, mert bár nagyon bírtuk egymást. Bár azt kéne most megfejtenünk, hogy mit értünk realizáláson. Hát a realizáláson a kézzelfogható dolgokat értjük szerintem. Fogd meg. Realizálódjon most, úgy van. Ennyi ember előtt. Tedd el.
Na, most ebből bármit is észrevettél, papajó? Tehát a Marian vonzódásából? Hát nehéz ez. Nem, de már megbánta. Egy csomó nő ott bámulja. Azért a víz nem veszi el az ember szemét, vagy igen? Talán ezért. Aha, sokan voltak? Sok lány volt? Akkoriban a Fradi vízilabda csapata körül sokan csürögtek, forogtak? Hát azt hiszem, igen. Uh-huh. Figyelj, hát a vízilabdás csávokat ott mindenki körbe járta, és mindenki teljesen oda volt a dologért. Ebbe a hibába mi is beleestünk, ez természetes. Zsolt, és veled mi lett? Elhagyott. Figyelj, a Zsolt olyan nagy hatást tett a Györgyire, hogy az valami elképesztő, ugyanis a mai napig nincsen olyan újságcikk, amiben a Györgyi ne a Léber Zsoltit emlegetné. Kívülről tudom az összes történetet. Na, amikor, hát, amikor verték az óvoda falát két oldalról, és kibontották az ajtót. Hogy mondja elő? Hát lehet, hogy nem emlékszem. Megmondom őszintén, erre nem emlékszem. Na. Tényleg, erre a részre nem emlékszem, amikor verték az óvodát. Elmesélem. Az úgy történt, megláttam őt, és akkor belemen. Együtt jártunk mi az kis csoportba. És mivel ő decemberben született, USZPE 10-én. Így van. Na, figyeltek. Még erre emlékszel? 31 nehány év után, ugye? Ez az igazi szerelem. Ez az igazi szerelem. Tehát ő decemberben született, én meg májusban, de én is 10-én. Ezért az, a kis csoport felénél azt mondták, hogy ő már ő középsős lesz. Mert hogy ő évvesztes, igen, vagy mi. Hát ez egy olyan törést okozott az én életemben, tehát egy sérült gyermek voltam, hogy álltunk ezt az óvodában. Ezt már eljátszott a Györgyi, ja, ez kétszer nem. Ez nem az a só? Nem a békítősó? Nem mindegy. Na, elég szóval legyen. Arról hallani se szeretnék. Állunk az óvoda, én a kis csoportajtónál, ő a nagynál, és így ütöttük, veltük, és engedjenek át, és két napig zokogtunk. Te így tudod? Én így tudom, Zsolti, csak a Zsolti. Most már így, igen. Ugye? Igen. Most, hogy mondom, te is így. Napokig sírtam. De ha jól emlékszem, utána visszatettek bennünket egy csoportba. Igen, nagy csoportba. Igen. Zsolt egyébként ugyancsak nős. Igen, nős főleg szintén. Mikor kedves feleségével kézzel fogva nézik a tévét, vagy nézitek a tévét, és látjátok a padödőt, akkor hogyan hát szoktad kommentálni munkáját, te? Remélem. Ki? Ki kinek? Asszony, így pif, rúgdos Zsolti, ezt akartad elvenni? Helyette? Hát örülünk a találkozásnak, műsor után még van volt kicsit részletesebb beszédre is. Papájó, Léber Zsolti, köszönjük szépen. Jaj, de jó, köszönjük, hogy eljöttél. Sem a Györgyi, sem a Marian esetében azt nem tudjuk, hogy honnan vagytok ti eleresztve. Tehát ki az édesanyád, ki az édesapád, neked ugyancsak. Édesanyám Szabó Éva. Édesapám Lang Elemér. Nagyon nagy szerelem szövődött közöttük, és ennek a gyümölcse vagyok én. Egyetlen gyümölcse? Hát egyetlen közös gyümölcse, aztán ilyen elpottyintott gyümölcse. Van egy igazi, valódi féltestvérem. Na ezek után, kedves Szabó Éva, nem lesz könnyű felállni. Ugye tessék szívesen megmutatni magát, pont ott kínálják valamiféle aprósága. Nem akar felállni. Álljon föl és mutassa meg egy ország kíváncsi önre. Remélem kamera is látja. Nincs mikrofon, ezért Györgyi lesz az ön magyar hangja. Mi a foglalkozás az édesanyádnak? Alapvetően ilyen mindenféle mérnököt is tanul, de egyébként fotós. Fotós? Fotós. És édesapád? Na hát az apa az egy ilyen szertágazó személy, ő Léber Zsolti után szabadon tornatanár, azon kívül van még neki többféle ilyen diplomája, és azóta az érdekesség benne, hogy amikor még kezdő tornatanár volt, és azt hiszem, az anyával ők együtt voltak, akkor, hogy legyen pénze, akkor eljárt zongorázni, és ilyen éjszakai a Jegesben, Szegeden zongorált. Ja, mert hogy Szegeden laktatok, ja, igen, mert hogy mi Szegeden voltunk. Így van. És akkor ezzel keresett még ilyen plusz pénzt, hogy a Jegesben, meg eljárt Hódmezővásárhelyre, és így keresett kis pénzt. Uh-huh. Ugyanilyen többet keze van, mint nekem, és mégis tud zongorázni. Szerintem ezzel nem lehet zongorázni, igen, de mindegy. Szóval. Na jó, Maria. Az én szüleim, az édesapucikám, ő az Országos Földtani Kutató és Fúróvállalatnak volt mintegy 20 évig a vezérigazgatója, most már nyugdíjas. Az anyucikám az a Földmérés és Térképészet Hivatalban dolgozott szintén nagyon sokáig, és ő ilyen feltaláló, ilyen újító. Feltaláló? Olyan érdekes újításai voltak, hogy az fantasztikus. Miket találtam? Mondj egyet. Mit? Ez dossziét, azt mondja, a dossziét. Hallod ezt, anyuci? Na jó, akkor megmutatjuk, ők is itt vannak, ugye? Bár feláll most, akkor elnézést kérek, hogy ilyen kényelmetlen helyzeteket
Csókolom a kezét, jó estét kívánok! Szóval miket felállt? Hát a térképek azok ilyen speciális anyagon vannak, és ennek a függesztése nagyon nehéz. Nem dossziéba tartják a térképet. Jó, és akkor ennek egy kapcsot. Többek között ennek egy speciális... A gémkapcsot meg te hordod. Ja, ennek egy ilyen speciális tárolását, meg feltalált ilyen mikrofilmes dolgokat is, úgyhogy nagyon ügyes nőci. Te szintén egyedüli gyerek vagy? Igen. Látszik. Miért? Csak úgy akartam ezt miért? Mondani. Na miért? Miért? Ne, mert egyedül is kiteszek kettőt, erre mondom. Ez jó poén, igen. Kérem szépen. Közben a kedves nézők itt a stúdióban ugyebár kaptak egy-egy szem cukrot. 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 Nem akarom megmutatni, mert az árulkodó lenne. Nyisd ki a szádat, légy szíves. Mia! Tessék szívesen megmondani, hogy mi ez. Na mi lenne, tejkaramella. Na most fölmegy a függöny, és aztán következik valami. Jaj! Én nem tudok énekelni. Apuci! Dr. Fodor Ferenc Lifó, aki Györgyi gyerekkorának igencsak meghatározó tagja volt. Lifó az páratlan. Páratlan, tessék oda fáradni. Apuci. Herbusz Lifó. Találkoztunk. Szabadság Iszóház üdvözletét is hozzá. Tessék oda jönni, ott folytatnánk a beszélgetést. A Lifó. Hol a helyem? Megyek a Mariamhez. Oda? Középen szeretek. Nagyon jó. Jó. Középen szeretek. Találkoztunk Szegeden. Hello. Hello. Váratlan? Ugye pont úgy nézek ki, mint az apa? Na várj, azért ezt meg kell nézni. Hát azért sokkal karcsúbb ember, már ne is haragudj. Mert sportol. Mert sportol? Na most képbe kell tenni a keze viszont valóban. Na, mit mutassa meg a nézőknek is, legyen olyan kedves. Tényleg, hát azért igaza van. Nem semmi. Képbe kellene helyeznünk a nézőket, hogy Lifó egyáltalán Dr. Fodor Ferenc Szeged szerte köztiszteletben álló orvos. Ehhez képest, ne arra, ez a lifózás nekem alig jött ki a számon, de ragaszkodott hozzá, hogy Györgyi önt így ismeri. Csak mitől így? Lifó a Lifó? Én már így kaptam, hogy Lifó. Ehhez van egy jó sztori. Rövid jó sztori. Jó. Már orvos voltam, amikor jött egy beteg és kereste Dr. Fodor Ferenc orvos urat. Az asszisztens azt mondta, hogy hagyja már kérem, mert nincs itt ilyen. Megnyit az ajtó, ott vagyok én. Azt mondja, hát ott áll, azt mondja, hagyja már viccet. Hát ez nem Dr. Fodor, ez a Lifó. Dr. Lifó. Így lettem én. Na most kérem szépen, ugye önök egy társaságba tartoztak, hiszen miközben sportállása volt, és miközben önnek orvosi állása volt, azért össze-össze jártak zongorázni, hát még akkor dobolni, zenekarosdét játszani. Hallgató, igen. Hogy keveredett ebbe a történetbe Györgyi? Nekem tulajdonképpen azért némileg érthető már a pályairányultság, hiszen a zenei alapokat ezek szerint az édesapjától kapta vagy hozta. Hoppá, itt csak lőttek. Mindjárt jövök, csak egyetlen. Szóval így volt? Erről a Lifó nekem azt mesélte, ez a történet úgy szól, hogy a Györgyike, mint minden kisgyerek természetesen nem találja megfelelő folyamatossága azokat a hangokat, amelyeket az zongora próbál előtte játszani. És azt mondtam, ilyen nem, igen, és kicsit hamiskás volt, és akkor én azt mondtam, nem létezik az, hogy ne lehessen tisztán megtanítani. És ettől kezdve ilyen dresszúrák folytatódtak az zongora mellett, és hát a végén ez a Tejkaramella akkor volt az egyik legfelkapottabb gyerekdal a pancsoló kislány meg a többiek mellett, hát szegénynek ezzel kellett gyakorlatozni. Én úgy tudom, hogy Sári néni, az óvó néni azt mondta annak idején Györgyinek, amikor ének órára került, vagy ének foglalkozása sor, hogy Györgyike, ha akarsz, kimehetsz az udvarra, csak ne énekelj. Így volt. Azt lehet, hogy mondod, hogy az apuci szépíti a történetet. Olyan tök hamisan énekeltem, hogy néha az anya sírógörcsöt kapott, és amit igazán nem szokás egy kicsin gyermeknek, azt mondta, hogy hagyd abba az éneklést, mert
megőrülök. Igen? Igen, ővel a paplak mellett lakik, a Katikát gyakoroltuk, és akkor apuci azt mondta, hogy na jó, majd akkor én megcsinálom, mert akkor is egy nyugodt személy volt. És eljött az az idő, amikor azt mondta, hogy úgy látszik, tényleg létezik olyan, hogy egy ember nem tud megtanulni énekelni. Én a bizonyíték. A haja. A haja eléggé áldozatául esett ennek az élettanításnak. Ez annak a következménye? Hát nem egészen annak a következménye. De része volt benne. Része volt is. Benne. Na most az látom, de Lifónak is alig van haja. Úgyhogy... A sugárzás. A Lifó egyébként azért volt például fontos, mert Szegeden az úszóházra jártam, nagyon-nagyon szerettem a Lifót, és ő azt mondta, amikor jelentkeztem a főiskolára, és felvettek harmadszorra, hogy elmehetsz a főiskolára egy esetben, ha fölveszed a Lifó művész nevet. Tehát az lesz a neve, hogy Lang Lifó Györgyi. Ez jól hangzott volna. Lang Lifó Györgyi. Ez nagyon, még most se késő. Még most se késő, tessék. De nem vette föl, és már el is végezte. Ehhez mit szól? Hát furcsának találom, és várom, hogy változni fog a helyzet, és egyszer csak hallom, hogy fellép Lang Lifó Györgyi. Ez a vágya. Ezen semmi nem újé, hagyom a közönséget tombolni persze. Ha Györgyi is hozzájárul, innentől kezdve a műsorban mind úgy mondom, mind úgy írjuk majd ki ide a mellük alá, nagyon vagy elnézem inkább a mellükre, azt, hogy Lang Lifó Györgyi, jó? Na, de ennek anyagi következik. Jaj, akkor nem! Na most, amikor nyilván látja és hallja a lányát, ez egy borzasztóan kínos helyzet, mert itt ül, dicsérni nem lehet, mert azt hiszi, hogy ez egy kötelező kür, pedig hát igen az. Mit szól hozzá? Egyáltalán, hogy az lett belőle, ami lett. Hát azért azt nem gondolta én szerintem, hogy ilyen sokra jut. Hogy énekes lesz, az biztos nem gondolta. A jó barát. Aranyos vagy, Marian. Édes, drágám. Érdekes módon én, amikor a pályaválasztásáról beszélgettünk, ilyen tisztes polgári foglalkozások köré próbáltam orientálni. Úgy, mint? Például kémia tanár, nagyon szerette a kémia tanárját a gimnáziumban, és akkor volt egy ilyen. Most egyszer mentünk a 67-es villamoson, és ismét a pályaválasztásról eszett szó, és akkor azt mondja nekem, hogy Györgyi, tudod engem, ezek a commerce pályák nem érdekelnek, én valami abszolút extrémet kívánok magamnak, mondom, például azt mondja, pilóta parancsnok, vagy hajós kapitány. Tehát ez a kettő volt, amiben ő megfogalmazta a további életútját. Na most az extrémitás azért adott valamilyen igen, módon a későbbiek során bekövetkezik. De azért, amire én kíváncsi vagyok, hogy büszke rá, amikor látja, hallja? És izgatott nagyon. Büszke. Mert azért ez az éneklés azért veszedelmekkel jár, akár az, hogy vereked, megfázik, és hát az első élményem az, amikor a West Side Story-t, mint vizsgálóadást játszották, ott egy izgalmas dolog volt, hiszen ez egy nehéz zenei anyag, és ezt kiénekelni, az az évfolyam és az osztály, ez egy gyönyörű előadás volt. Milyen helyes azért, a nézők nem tudom, ebből látnak-e valamit, vagy nem, de hát én olyan, az a dolgom ugye, hogy kommentáljam, könnyeltelt a szeme, és elelakad a hangja, úgyhogy arra a kérdése, hogy büszke rá, ott a válasz, metakommunikatív. Na jó, köszönöm, hogy jelen voltak, és én azt gondolom, hogy egy kicsit meg kéne idézni ezeket a tejkaramellás időket. Egész nyugodtan. Én ők már megyünk, hanem ők ketten összegyakorolták. A Györgyi nem tudom, hogy ő például a szövegét valamennyire azért tudod? Meg van még? Majd valami eszembe jut. Kamu vagy szöveg is. Kamu is jó? Jó. A Lifó megengedte. Kamu szöveg, akkor meg... Tessék oda visszafáradni, és meghallgatjuk, megnézni. Ha ha ha!
Bauer doktor, Lang úr, köszönjük szépen! Hát ez jól ment ahhoz képest. Mit mondott, hogy mi az, hogy tej, karamella, málna, ízű, bella, vagy mit mondtál? De a szavak stimmeltek. A szószág rendben volt, csak így össze-vissza alakítottad a dal. Egyébként fantasztikus a Györgyi, mert most játszunk Szolnokon egy Shakespeare színdarabba. Szegény Shakespeare megírta versbe a szöveget. A Györgyi képes teljesen más szavak felhasználásával abszolút kamuzni úgy, hogy rímel a sorok vége. Tényleg? Hát, persze, versbe halandzsa, van ez a műfaj. Mariam, igen. A te helyzeted vagy a te sorsod ilyen szempontból könnyebb volt, mert téged a szüleid jó előre megfontoltan zenei általános iskolába indítottak, igen, így van? Igen, az volt a legközelebb. Az volt a legközelebb? Igen. De egyébként jól tették, és reméltem. Tehát azt mondod, hogy ez véletlen volt, ez a fajta irányítottság? Anyucikám, véletlen volt? Nem volt véletlen, hogy az anyuci, de tényleg ez volt a legközelebb. Aha. Ez melyik iskola is volt? Ez a Práter utcai zenei általános iskola, aminek persze volt egy olyan része, ami nem... Igaza van az Anycinek, nem volt véletlen, mert volt egy olyan része, ami zenei volt, és volt egy olyan, ami abszolút nem volt zenei. Kérem szépen, a Práter utcai általános iskola hálás szeretne lenni egykori növendékének. My God. Fölmegy a függöny, és a padödő egyik sikerszámát kórusmű átiratban hallhatjuk. Ime! Általános iskola kórusa. Köszönjük szépen! De jó! Na, akkor visszatérve egy hajtőkanyarral Györgyi gyerekkorához. Ugye az már kiderült, hogy Szegeden nevelkedtél, vagy Szegeden gyerekeskedtél, és volt egy nagyon híres ház tulajdonképpen, ahol sok ismert embere vagy hozzátartozója lakott. De még mielőtt erre rákanyarodnánk, ami számomra a legérdekesebb egy történet, egy ikerpárról. Én emlékeim szerint kettő ikerpár volt, melyikre vagy kíváncsi? Mondja a nevet. Hát az egyik az, akiket elgázolt az autóbusz, és úgy irigyeltem őket, hogy nem engem gázolt el. Nem haltak meg, várjál. De kik? Barkos ikrek voltak, én így emlékszem. És az egész gyerekkoromban arra vágytam, hogy engem miért nem gázol el az a rohadék busz. Mert mentek az utcán, és mindig fogták egymás kezét, és akkor mondták ugye ott, úristen, halljátok, mi történt, a barkos gyerekeket elgázolta az autóbusz. És akkor mondom, jaj, elgázolta őket, és ott maradtak a két kerék között, és ugyanúgy kézzelfogva feküdtek. Na jó, majd a busz letolt, ugye anya? A busz lement róluk, és ott feküdtek, elájulva, majd fölkeltek és éltek. De mi sem történt volna?
voltál kíváncsi? Tulajdonképpen igen. Olyannyira, hogy a Barkos testvérek itt vannak valahol a nézőtéren. Tegyék fel a kezüket. Ott vannak a Barkos testvérek. Szeretném megtudni, mert így első ránézésre például nem hatnak ikernek. Nem vagyunk ikrek. Nem ikrek, bocs. Tehát egy iker volt a házban, és egy testvérpár. 14 hónap különbség van köztünk. 15, jó, öregítsük magunkat, jó. Tényleg így történt, hogy Györgyi elmondta, hogy hát kézenfogva feküdtek a busz alatt? Az, hogy kézenfogva elindultunk, az úgy volt, de utána mi történt, azt nem tudjuk, mert a kórházba ébredtünk föl. Higgyétek el, nekem úgy is maradtatok. De az kézenfogva. De ez olyan jó ez a történet, hadd maradjon meg így. Amire utaltam, a házban ugyebár lakott, hát egy... Tudom, már innentől kezdve tudom, a másik ikerpárt is. Minek utána ez se volt, az valószínű, hogy az se, de... Kire gondolsz? A Mari Zsuzsa és az ikertestvére Mari Ági. Mari Zsuzsa a híres táncdalénekesnő. Megkevertél, nagyon, nagyon megkevertél, de igyekszem valahogy majd a Mari Zsuzsa, aki énekelte, hogy felül a kisbaba, először mondja, mama, így dalolta, és nyerte a táncdalfesztivált. Hát a tök jóreket, szépen éneket, és őket is irigyeltem. Tehát én ezt a két ikerpárt irigyeltem. Mari Zsuzsa akkoriban volt nagyon nagy sztár, ugye, Dobos Attilával? Még nem, hát még akkor nem. Még alig volt szerintem idősebb nálam, amikor is az anya mindig mesélte, hogy és a Mari Ági elkért, hogy tolhassanak a kocsival. És én nagyon gizda voltam az iskolában, hogy engem Mari Zsuzsa meg a testvére toltak. Ja, mert a szám volt. Persze, és különben is elgázolt lakótársaim voltak, szóval nekem nagyon jó történeteim voltak. De sikergyerek lehetett, mindenki téged irigyelt Szeged. És még föl is púdereztem az összes történetet, már akkor a gyermekkoromban. Na jó, hát akkor nézzük meg, hogy mennyit haladt előre az idő. Következik a 60-as évek oly nagy sztárja, na, Mari Zsuzsi. Megkérdeztem a puszik közben, iker vagy a testvéred, azt mondja nem. Senki nem iker. Miért van ilyen iker komplexusod? Ezt ki kéne deríteni? Mindig... Fordulj pszichológushoz. Jó. Dr. Friderikus Sándor pszichológus. Jó, foglaljatok helyet. Ők közénk. Én meg ide ülök a csücsökre. Vigyázz, nehogy a kettő közé. Megint beesek a pad alá, ugye? Na, Mari Zsuzsi, mintha azóta csak fiatalodott volna. Na? Hát komolyan mondom. Nem tudom, hogy mióta, mert én nem laktam abban a házban, sőt Szegeden se laktam, de ehhez képest is mondhatom, hogy remekül néz ki. Köszönöm szépen, de a lányok műsora ez. Persze. De a történet stimmel, tehát az legalább igaz, hogy noha nem voltak ikrek, de egy házban laktak. És Áginak hívják? Igen, igen. Szőke, gyerekek, annyira hülye nem vagyok. Szőke kékszemű, 50%. Szőke kékszemű, és toltunk téged kocsival. Kölcsön kértetek az anyától, igen. Ugye? Tényleg visszaadtuk. Visszaadtuk. De miért akarták éppen a Györgyit tologatni, Zsuzsi? Hát nem volt más a házban. Hát. Ott voltak a Barkos ikrek, utána testvére. Nem, mi nagyon gyerekszeretők voltunk Ágival. Hát a későbbi sorsom is bizonyítja, hogy valahol el is indultam ezen a vonalon. Ma már hány gyerekes családanya? Hát 6 gyerekem szültem, és 5 ebből egészségesen, én az első kisfiam meghalt, de a többi az remekül, él, egészséges, és nagyon-nagyon boldogok, hogy a mama végre nincs otthon. Egyedül vagyok itt. Elmondanám, hogy van nekem egy kislemezem, mert akkor még divat volt kislemez, 22 forintért árulták a hanglemezboltban, és ezen rajta van ez a felül a kisbaba először, hogy mama, igen, és arra rá van írva, hogy Györgyikének sok szeretettel Mari Zsuzsi. És ezt jártam az általános iskolába, és 10 forintért mutogattam. Ne viccelj! És akkor, várjál, mert nincs még a történetek. Megyek, és a tanároktól is bezsebeltem a 10 forintot, mert mint utóbb kiderült, a tanárok annyival nem voltak öregebbek, csak nekem tűntek úgy. És erre oda mentem egy mondatával három felé csap, igen, jó. De belefér. Na az egyik, oda mentem egy ilyen vöröshelyű tanárnőz, a kémia tanárnőz, és mondom, hogy Zsuzsa néni, 10 forintért megmutattam a Mari Zsuzsi aláírását, azt mondja, hagyjál már békén a testvérem felesége. Hogy? A Dobos, nem a Klapka, hanem a Dobos Attila volt az ő első férje? Igen. Férje, és a Dobos Zsuzsa pedig kémia tanár volt az általános iskolában.
Ja, szóval, hogy még ráadásul ő tanított kémiára a Dobos Attila testvére. Igen, igen. Ó, és neki mutogattad volna 10 forintért. Igen, mondtam 10 forintért. És hogy a saját kislemezgyűjteményből és a rajongásából Seftet csinált, remélem nem csodálod, hogy a Padödő zenekar gazdasági vezető. Ő a gazdasági vezető? Sofőr és gazdasági vezető. Zsuzsi, ti ugye, mint említettem már sokszor a 60-as évek második felében, 70-es évek, mikor mentetek el? 70-ben mentetek el, tehát akkor mondjuk a 60-as évek második felében elképesztő volumenű sztárok voltatok. Milyen dolog volt akkor annak lenni? Hát már csak én arra emlékszem, ezzel nem tiszteletlenkedni akarok, bocsánat, de arra emlékszem, hogy mondjuk az újságok hónapokig ezt tárgyalták ölesz címekkel, szóval tényleg országos eseményszámba ment a Dobos Attila, Mari Zsuzsi házaspár eltávozása az országból, diszidálása, így mondták ezt akkor. Nekem hihetetlen élmény volt. Nem, mai napig nem dolgoztam föl azt, hogy én a kis vidéki, szegedi kislány 68-ban fölmentem Pestre, és igaz, hogy megelőzte ezt a 68-as fesztivált, a sok-sok ki mit tud, néha buktatók, akik mindenki életében vannak. 68-ban, tehát a fesztiválra fölmentem, Attila akkor már pártfogolt, és tulajdonképpen a fesztivál után össze is házasodtunk, de csak titokban. Akkor nagyon pártfogolt nem. Akkor már. És együtt szültük meg a mamát. Ja. És ez olyan, szóval hihetetlen élmény volt ez a Nóta és az én gyerekem, tulajdonképpen közös, jó, nehogy te. Csak minden magamnak, meg én egoista vagyok. Igen, de szóval akkoriban azért különbül bántak a sztárokkal? Tényleg nagy becsben tartottak benneteket? Ezért volt ez olyan hírértékű a ti távozásotok? Az a szeretet még mindig él bennem, amit kaptam. Képzelheti, mennyi volt. Szóval, manapság fölismerik magukat az utcán? Most azért nincs rajtam szemüveg, hogy ismerjetek már meg. Ég, a hajam elfogyott a sok gyerekbe, de nem látom, de röviden azt meg lehet-e fogalmazni, hogy 1970-ben ezek szerint miért mentetek el? Vagy miért mentek el, bocsánat, itt váltok, de annyira nehéz, kivel tegeződöm, kivel magázom, keverem itt a viszonyokat. Igen. A Padödő ezt megoldja, még a közönséget is letegezi. Na, mindenki fiatal. Így van. Ja, hogy ez ebből van? Persze. Hát ezt eddig nem tudtuk országszerte, de most látod. Már jó van akkor már értem. Tehát? Túlnőttünk magunkon, sajnos. Az mit jelent? Hogy itt mindenünk megvolt, és általában ez egy nagyon emberi tulajdonság, amikor a legjobb dolgod van, akkor csinálsz valamit, amitől minden tönkre megy. És sajnos meggondolás nélkül megtettük azt, amit már nem tennék meg. Na jó, hát most már a család nagy, az az én karrierem. Értem. Ott folytatom. Elképesztő. Taps. Hadd gyerek. Na jó. Jöjjön akkor egykori társa, akivel tulajdonképpen a nagy nyilvánosság előtt, 25 év után először találkozik, pontosabban önök találkozgattak, de mondjuk a nagy nyilvánosság Béki először látja... Békítősó! Nem az jön be, amit gondolsz. 25 év után a televízióban először duettet énekel Mari Zsuzsi és Dobos Attila. Nyári zápor, átfutó felhő, csak hulló kis szivatal. Nincs nagy baj mi nálunk, csak egy kevés harag akad. Nyári zápor, utána napfény, az ég volt kék peremény. Nincs nagy baj mi nálunk, ameddig így nézel felé. Sorsomnak naponta hálát adok, hogy te látod, már nevetünk.
nagy baj mi nálunk, ameddig így baba, először mondja, hogy mamma. A nagy a bánata, zokog a hangja, hogy mamma. Valami kell neki, apuci elveri, mama. Anyuskám, anyuskám, ez így volt hajdanán. Oh, oh, rég voltam baba, most már este tíz után. Akármi téma kölyben jön esem én, de hozzád szaladok én. Ó, tudom, mit tegyek, a fiú oly csinos mama. Én átcsorog, az eső rácsorog, mama. Szeret, nem szeret, valaki mondja meg, mama. Anyuskám, anyuskám, én szerelmes vagyok. Nagyot ugorva. Milyen a ti hangotok manapság? Egyáltalán föl van-e az osztva, hogy ki a showman vagy showgirl, és ki az énekes kettőtök között? Én olvastam ilyen kritikákat, azért merem ezt a felosztást itt is szóba hozni. Borzasztóan tetszik, hogy a György énekel, most azért, hogy púderozzak neki. Köszi. Igen. Te is olyan szép vagy. Köszönöm. Nekem az egyik legnagyobb élményem énekessel kapcsolatban az volt, amikor a Jevgenyi Nyesztelenko tartott egyszer kurzust. Mi azt van? Hittem, rólam fogsz mesélni. Énekesről beszéltem, Györgyikém. Ja. Tartott egy kurzust a Zeneakadémián. Jó felé haladunk. Igen. És énekelt. És megmutatta azt, hogy hogy lehet nagyon meghatóan énekelni, úgy, hogy közben valami iszonyatosan rondán énekelt, és borzasztóan, sokkal erőteljesebben hatott az emberek érzelmeire, mint amikor csak úgy szépen elénekelt a dalt. Attól, hogy kifejező volt. És attól, hogy ha valami kifejező, lehet csúnya is. Tehát lehet rosszul képzett csúnya hangokat énekelni. Érted. És a Györgyék ezt... Én abszolút. Vagyok a rosszul képzett csúnya hang. Bárad én magamra. Ő meg a Nyesztyerenko. Mielőtt végképp meggyőztök, én két szakembert hívok be. Mendegél a mandarin, szódó. Beéneklünk, hogy ha szakemberek jönnek, akkor ne legyen ez a blamázs. Kérem szépen, aki ezt te oly hosszú évekig jártál, ugyebár, és Sík oly Olga. Sok zenei kiválóság, énektanárnője Sík Olga, és aki a főiskolán téged igen hosszan, hogy milyen sikerrel, az többé-kevésbé tudjuk, edze, Fekete Mari. Következnek ők! Gyere ide, és akkor közé. Gyertek, nekem muszáj az Olga mellé ülni. Várjál, átrendeződünk. Most kinek a kia? Ott ül az Olga a néni. Igen. És ott az öreganyád. Tessék? Néni az öreganyád. Bocsánatot kérek. Néni az öreganyád, értettem. Ennyi az egész. Ennyi az egész. Én is oda jártam énekelni, úgy tessenek ránézni. Nem csak ő, én is, látszik is. Látszik.
Azért az elkeserítő egy tanár szemében, hogy vannak sikeres, meg sikertelen is életeljes. Ez jó volt. Ezt jól elmondtad. Beszélgesseted. Jó. Tanárnő. Tanárnő. Tessék. Hát, hogy ment így félre a két ifjú hölgy? Egy-egy. Nem mentek félre. Ja, nem mentek? Nem mentek félre. Ön hogy értékeli? Ez úgy indult, hogy a felvételinél azt mondták nekem a többi tanárok, mi a fenének vetted fel, nincs hangja. Mondtam. Mondtam én is. Nem, így van. Nem így van. Ez a konzi volt, a konzervatórium? Igen, konzervatórium. Tetszett felvételiztetni? Ez eltartott egy rövid ideig, az anyja zokogott valahányszor, hallotta, hogy nem hallotta őt az első, második sorba. És a harmadik évben megindult egy nagyon szép mezzoszoprán hang. Ő nagyon szorgalmas volt, nagyon muzikális, ez nem volt neki akkor. De nem ezen múlik. Nem is ezen múlik a dolog. És nagyon sokat fejlődött, úgyhogy mikor a zenei érettségére került a sor, akkor a Sziklay Erika volt az érettségi elnök, teljesen oda volt, mert mezzoszoprán koloratúra az nagyon ritka, hogy ez milyen tehetséges, és így tovább. Aztán megnyert egy kis ki mit tudott, aztán jött a Rémségek kicsi boltja, ezek elhódították egymást, én csak néztem, mint... De jól értem, rossz néven tetszett mi? Venni kicsit. Rossz néven vettem? Na persze. Hát, világos. Na világos, hát az ember annyit fetszöl bele egy gyerekbe, ugye? És a gyerek tehetséges, akkor mit gondol, hogy ez megy a csillagos égig. Na most akkor itt egy pillanatra fordítsuk na, komolyra. Igen. Hogy tudnék, ha Marian adott esetben nem a padödő tagja, hanem marad a szerepkörénél, vagy a hangjánál, igen, akkor tulajdonképpen többre viszi, boldogabb ember? Ezt azért szeretném tőled is hallani. Nem, én választolok az én szempontomban. Én azt hiszem, hogy valahol megtalálta saját magát. És ha saját magát jól érzi a bőrébe, akkor mi panasz lehet? Semmi. Ne? Na jó, hát... De egyébként ezt a magam megtalálást is az Olga néni oldotta meg, mert nekem... Néni az anyád. Ja? Bocsánat, csak hogy idézzem. Hol az anyád? Ott ő. Ja, bocsánat. Elnézést kérem. Bocsánat. Elnézést kérem. Ezt nem szó szerint kell érteni. Bocsánatot kérem. Ezért nem néztél rám a szóval... Igen. Hogy amikor az én Olgám azt mondta, hogy kell énekelni nekem klasszikust, és hogy ez nekem milyen jó. Én belegondoltam abban nagyon sok Dajka, meg mit tudom én, milyen szerepben, amit nekem el kellene énekelni, és ezek minden visszahúzott, és világéletemben ilyen hősies alkat voltam baromi erőteljes érzelmekkel, és mindig arra vágytam, hogy olyan valamit csináljak, amit rajtam kívül senki. Itt azért több is lehetett, és ezzel semmiféle célzatosságnak azt hiszem, nem teszem ki a jelenlévőket, nem, mint pusztán tanári-diáki viszony, nem? Tanár-diáki hát az Olgával viszony. Nem lehet tanári-diáki viszonyt fönntartani. Csak baráti. Minden órán először is bőgtem, mert addig macerált, amíg teljesen ki nem készültem, és akkor, amikor már teljesen lelazol, akkor lehetett énekelni, neki kezdeni. Egy. Kettő. Az összes vizsga után bármikor történt, az Olgánál mindig hatalmas buli volt utána. Kaja, pia, hegyek, és hajnalig ott mulatott az összes növendék. Szülőkkel együtt. És nem beszélve arról, hogy az Olga úgy tartotta az órákat, hogy elkezdett tanítani, mit tudom én, 12-kor, és akkor este 7-ig 8, állandóan 4000 diákja van, este 7-ig 8-ig tanított, akkor a 12-es gyerek ott ült este 7-ig 8-ig, csak hogyha nem volt valami nagyon fontos dolga. Hat hallgassa szegény, és ilyen komplex órák voltak, minden történt, mindenről mesélt. Fantasztikus. Szóval ő fantasztikus. Na jó, ez mikor voltak a hölgyek utoljára énekórán? 10-20 éve, ugye jó éreztem. Hát... Kérem szépen, rendelkezésre állott a színfalak mögött, illetve a függöny mögött. Most vigyázzatok. De kínos. Két zongora. Nem elég egy? Nem. Kettő, két skálázás de következik. De én már te karamellát előadtam. Jó van, majd most még skálázunk. Figyelj, azonnal. Látod? Hát akkor gyere. Azonnal. Na gyere. Jaj. Tisztulás. Én azt szeretném kérni. Jó. Azt szeretném kérni, hogy ugyanolyan legyen, mint amikor hangjukra találtatták a növendékeket, azaz skálázzanak. Jó. Kezdjen valaki. Te természetesen. Hogy kezdjen a Györgyi? Ne, csináljuk. Nem, tik, majd utána látjuk a különbséget. Ma. Na ne. Ma.
utas! Nem kínozzuk, nem kínozzuk a művészeket, viszont azt szeretném, hogyha lenne valami igazán szép, hozzátok méltó, gyere az előtérbe, légy szíves, olyan dal, amiről, vagy amit még tőletek soha nem hallottak. Tanárnő, nyári zápor, ez valami nagyon komoly. Valami szép népdal, vagy műdal. Egy gyönyörű, szép virágének. Virágének, föl fogjuk ismerni? Melyik? Tavaszi szép vizet áll. Mindenki, pillanat. Tehát azt kérem, hogy mindenki énekelje. Önök is énekelnek, önök is. Vagy ti? Tavaszi szép. Aztán átadom mindjárt. Itt állt a Friderikus Show speciál. Komolyan mondom, nem vagy komplet. Hagyjál már egy kicsit. A Fekete Mari volt a hibás. Speciális változata a váratlan vendég, amelyben ma este a Padödő együttes tagjaihoz érkeztek, és érkeznek majd a továbbiakban is váratlan vendégek. Így aztán... Mindent veled lesz. Pár percig kérem türelmüket, jövünk vissza, de mielőtt elmegyünk reklámot nézni, még egy dal. Mi is az? Tip, 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 nem a fekete szél. Mozdony, pink színű mozdony. A Friderikus Show speciális változatát, a váratlan vendéget, amelyben ma este a Padödő együttes tagjaihoz érkeztek, és érkeznek majd a továbbiakban is a váratlan vendégek. A műsort folytatjuk, íme ismét a Padödő. Nagyon jól áll, különösképpen ez a szerelés, szóval fölül kosztüm, alul bakancs. Felvettem a tűcipőt, de lezuhantam róla, és azért... Mikor volt utoljára rajtatok? Én várjál, Mariankám, hát látszik, hogy nagyon régen, mert itt behajlik minden, de ugyanakkor... Direkt csináltam, hogy szép legyen. Szép, csak úgy begörül. Várjál, nekem nem elég nagy a dekoltázs. Na majd én kiteszem, amit kell. Nem tudom, hogy melyik a jobb. Ja? Tehát... De kedves van. És arra retikül ráadás, ez kellék vagy a tiéd? Enyém lesz. Egyébként kellék, csak lopós vagyok. Megéri, Györgyi. Ezt... Szóval miért nem jártok ti néha ilyen... Hagyom. Ilyen urinősen, szóval ilyen Chanel jellegű kosztümben. Hát... Mert túl meleg. Ja, értem. Hirtelen ez jutott eszem. Egyébként a dolog valamit eszembe jutott, hogy mondjuk egy olyan hosszú... Versenyéda. Mit mondasz? Most így húzigálnom kell, mert tudod, mindig vannak ilyen... Nagyon kínos, és ezen fölvan slitzel. Húzigálják lejjebb a szoknyát, mert szégyellőse. Most én is ezt... De jól áll. Jézusom, kilátszik a tetoválásom. Mi? Hát milyen kínos. Szóval fazont időnként nem kellene cserélni? Most nem feltétlenül arra gondolok, hogy amit látunk a műsor elején, illetve a műsor első részében, meg ez, szóval, hogy a kettő között nyilván áthidalhatatlan a távolság, de mondjuk
gondoltatok-e arra, vagy időről időre, hogy meg kellene újulni valamilyen módon, tehát külsőségekben is? Őszinte legyek, nem gondoltunk erre, és ez a mostani öltözködés megerősít, hogy jó, hogy nem gondoltunk erre. Színház és filmművészeti főiskola. Kérdezem tisztelettel, ugye jártad 1900... Ma úgyis képben vagyunk. 81-ig. 77-től 81-ig. Azt még tudod, hogy ki volt a kedves, drága, aranyos osztályfőnököd? Hogy ne tudnám az életem értelme, Kazimír Károly? Következik életed értelme, Kazimír Károly! Hurrá! Hozta a táskát, ide, ez nagyon ide, tetszik. Ide, ide, prutyikám, nem a szélére. Prutyikám? Hát ez a te kifejezésed, ugye? Aki eddig itt volt és a te növendéked volt, azt mondja, hogy mindenkit prutyikának szokta hívni. Eszter Gályos Szíri mondta ezt, nem tudom már még ki mindenki, de most hallom, hogy ennek ő is. Az te a... is az vagy, meg ők is? Nem, nem. Ennek az a magyarázata, hogy én néha tegezek valakit, néha magázok, hogyha nem készült fel az órára, akkor önözöm, hogyha... Ha nagyon jó, és látom, hogy egy kicsit túlhajszolt, akkor állítólag ezt szoktam mondani, hogy prutyikám. Nézd hát oda. Milyen rég nem találkoztatok? Rég. Legutóbb felhívott, hogy rendezni fog. Igen. És bejelentette, azt mondta, hogy hiányzom neki. Ezt vetted észre egyéb jelekből túl azon, hogy mondta? Igen, igen, többször. Hogyne voltak. Nevesítenéd? Nem. Szóval, azt mondta, rend... Ugyanezt csinálta velünk a főiskolán, valami bestiálisan rossz volt, egy jelenet vagy helyzetgyakorlat, és akkor mondta, hogy prutyikám, ez borzasztó. És akkor mondtuk, hogy tanár úr is megmondaná, hogy miért nem. Ez egy jó pedagógus, sőleg következetes. Hát az a jó, hogyha ők maguk jönnek rá. Ez a rávezető módszer. Ez a rávezető. Ugye azt mondta, hogy rendezni fog. Kicsit meghökkentem, de aztán rájöttem, hogy nála nem szabad meghökkenni. Egy feltételem az, hogy ne kelljen megnéznem. Egyébként te nagy fantáziát láttál Lang Györgyiben, amikor fölvetted? Igen. Szegényt ilyen helyzetbe hozni. Nem. Igen, nem. Igen, nem. Igen, nem. Szóval feltétlenül. Akit felvettünk, abba fantáziát láttunk. Natáska. Itt a táska értelme. Akkor itt van egy ilyen... Ne tessék leserkelni. Jó, hát ez a legfontosabb. Igen. Itt van a Györgyinek a felvételi vizsga anyaga. Jézus Mária. Ne viccelj, ezt eltetted? Hát részben, ez a magángyűjtem részben a Tiszeker Lajosé a főiskolán. Úgyhogy előkerültettük. Kérem szépen, Tartuffe Dorina, Popfesztivál Eszter, aztán Tamkós Irató Pintyés Ponty, aztán Emberke tragédiája, és hogy mondjam csak, svéd gyermekvers, a későbbiekben aztán Morgenstern is volt, az már gyanús volt, amikor ilyen versekkel jött, aztán egy svéd kicsit, most már, az isteni. Svéd, most már megmondhatom, hogy egy kicsit hevenyészet dolog ez az anyag, de akkor eltekintettünk, mert rendkívül szugesztív volt, és határozott volt. Van itt egy darab, akkor is pászta, ilyen volt? Azt mondod, hogy ennyire határozott a lélek volt? Osztrovszkij viharjában a Katerinával is vizsgázott. Na most, ha a Katerinára gondolok, és a Padödőre gondolok, egy elég nagy távolság van. Mindenesetre ezt neked adom. Jaj, nagyon köszönöm. Úristen! Egyébként mondjuk a főiskolás évek alatt is, hogy mondod, hogy határozott volt, de körülbelül ennyit bolondozott? Többet. Még ennél is többet? És hogy jutátok fegyelmezni? Én magamban elneveztem őt polihisztérikának. Polihisztérika? Azt jelenti, hogy polihisztor az osztályban, rendkívül tájékozott volt, verseket írt, szervezett, és néha nyugtalan volt. Ez na, mit jelent? Hát az, hogy hisztérika. Tehát polihisztérika ő volt, és akkor éreztem, hogy ez a kislány sokra hivatott. Még a felvételére visszatérve elmondom, hogy a tanár úr miért vett engem föl. Majd aztán meglátjuk. Jobban tudja, mint ugyanis egy svéd gyermekvers három sorból áll. Az
Stem Máténak nagyvörös és elálló füle van, nekem nagyon tetszik a nagyvörös és elálló fül. Ez a vers. Hát akkor négy is lehet. És erre azt mondta a Kazimír tanár, hogy ül, prutyikám vége? Mondom, vége. Hát az nem normális. Tegyük akkor teljesebbé a jelenlétet, ugyanis meghívtam ide tulajdonképpen Lang Györgyi egykori teljes osztályát. A teljes osztályból persze jó néhányan a színházi elfoglaltságnak vannak kitéve, úgyhogy ők nem hagyhatták ott a színházat, de mondom, akik jelen vannak. Alfabetikus sorrendben. Balogh Erika, Borbé Sándor, Forgács Péter, Ince József, Kárpáti Dönisz, Kubik Anna, Újvári Zoltán. Ura! Mikor voltatok így együtt? Volt egy osztálytalálkozónk. 15 éves. 10 éves volt, és az is úgy volt, hogy nekem azt mondták, hogy hívjam föl a tanárurat. Fölhívtam telefonon, mondom, tanárul én vagyok a Lang György, úristen, mit akartok tőlem? Na most kérlek szépen. Ha ezt a táskát elhoztam. Egyet kérek csak, hogy mindenki felvételét most ne add át. Tehát ne, ne. Jó, rendben van, de nagyon jó néve vettük azt. Nem, nem, ajándékuk kiosztom nekik. Újvári Zoli. Hiszem, hogy is Jézusom Mária, ez az index. Kulka János. Majd add át. Kubik Anna. Itt van. Kárpáti Dönisz. T. Katona Ági. Televíziós elfoglaltság. Ince József. Forgács Péter. Én vagyok. Kubik Istvánnak átadni. Színházban van. Borbé Sándor. Bánki Gabinak átadni. Pécsen van. És Balogh Erika. Én elnézést kérek, de gondolom, hogy ez érdekes. Milyen osztálynak számított a főiskolán ez az osztály? A legjobb osztály. Ugye? Fantasztikus. Ezt most komolyan mondod, igen, vagy pedig csak a rendkedvéért? Nem, ez így volt. Nem, ez így volt. De miért? Miben állt az, hogy a legjobbak voltatok? Mennyiben voltatok jobbak, hát, mint a párhuzamos? Nagyon erős osztály volt. Tessék? Nagyon sok erőt adott az, hogy iszonyú jó viszonyban voltunk egymással. A tanár úr nagyon jól tartott minket. Minden óra elején azt mondta, hogy gyerekek, nagyon rossz idő van, itt van 200 forint. Prutyikám, fussanak le, és hozzanak zöldséget, gyümölcsön. Azzal kezdte most, hogy ki mennyivel tartozik neki még a mai napig. Ja. Mai napig tudod, hogy mennyivel tartozol? Igen, én kérlek szépen tudom, de ők nem tudnak. Na mondd végig, tessék! Mondd végig! Nem azon stílnék, volt egy tanárom, akitől én kölcsön kértem, amikor visszaadtam, azt mondta, hogy magának nem adok többet. Mondom, miért? Mert maga visszaadja. Na most ők nem adták vissza. Én azt hiszem, hogy már családapák, gyerekek, felajánlom a gyerekek születésnapjára, Jóska. Azért azt mondjam, hogy nagyon emlékszik a tanáromat, nagyon jó a memóriája a 15 év viszonylatából is, illetve akkor még csak 11 volt, én 4 éve dolgoztam vele, és már úgy, hát illendőségből úgy 3 hétig azt hiszem nem is nagyon szólt. Kértem semmit, és egyszer azt mondtam, hogy tanár úr, ott hátul akkor balról jönnék be. Azt mondja, előbb adja meg a 800 forintomat, utána tovább. Ennyit a nagyvonalúságról. De nem adtad meg. Na jó, mert aztán nem is onnan jöttem be, hanem a másik, és gondoltam, hogy így a... Egy nyúl a rókák javára. Anna? A Györgyinek nagyban köszönhető egyébként ez az osztályközösség, ja, mert ha jól emlékszem, ja, 4 évig náluk ettünk, ittunk. Az az anya, mi, az nem az Erikával én. Minket eltartott például, szerintem a Györgyi, mert mi vidéki lányok voltunk, és folyton ott laktunk. Azért döbbenek meg kicsit ezen, mert mondjuk színművészeti főiskola harmad évétől kezdve szétspriccelnek az osztálytársak, elindul a rivalizálás. Én például, bocsánat, Györgyinek köszönhetem, hogy aláírta az egyik tanár úr az indexemet, mert térdre vetette magát, hogy ne kapja kettest. Melyik tantárgyból? Mozgásból. Pont abból! Tulajdonképpen mi különleges helyzetben voltunk a főiskolán, tudnélék 78-ban, első év után már színházban játszhattunk éppen a tanár úr. Hívatta? Igen, hívatta. Hívatta. Tudjuk belőle,
ahol is nagyon jó volt, nagyon érdekes volt a dolog, tudnélék, 6 fiú vett részt benne, és mindannyian ugye indián parókában voltunk, tehát bárhogy hívtuk édesanyáinkat, édesapáinkat, nem ismertek meg bennünket, mert egyformák voltunk mindannyian, de nagyon élveztük. Az én anyukám megkérdezte utána, hogy ez most már végig így lesz, kisfiam. Azt még azért hozzátenném, hogy én is azt hiszem, hogy inkább a társaság, szóval az, arra emlékeztek talán, hogy még mi negyedikbe együtt jártunk kirándulni. Bizony. Az én szüleim még most is fizetik az OTP-t, a lakás, különböző dolgok törtek. Viszont ami miatt nekem lelkiismert furdalásom van, amit nem tűztünk, az a következő volt, hogy nem beszéltünk az adóbevallásról, nem beszéltünk a PJT-ről, a KFT-ről, a vállalkozói igazolványról, amivel nekik ma már meg kell birkózni. Tehát sajnos úgy látszik manapság, ezt is tananyagként kell kezelni. És ami nagyon jó volt az osztályban, de aztán most az osztály tagjai közé sorolhatjuk. Én Istenén nézem magam, mindenkivel jóban vagyok. Tényleg? Nagyon jó. Tehát tiszteletbeli növendékemmé fogadom. Köszönöm szépen. Vegye elő, tanár úr, az ő felvételét, tudom, hogy ott van a szatyrában. És annak örülök, hogy az osztály összetartott a főiskolán. A Westside Story-ra készülöttünk, és akkor még úgy másodévben elhittük, hogy belőlünk majd minden lehet a pályán. Iglódi István rendezte. Iglódi István rendezésében, és akkor mi Györgyivel kiválasztottunk egy Anita, Mária részletet. Hosszan készülöttünk rá, gyöngyözött a homlokunk, éjszakánként 8 órákat próbáltunk, és egyszer megláttuk Nádasdi tanár urat a folyosón. Hát ő hatalmas, csodálatos szaktekintély. És a Györgyi vette a merészséget, és azt mondta, szóljunk neki, hívjuk be, hogy nézze meg ezt a kis jelenetet, mégis holnap vizsga van, mondjon már valamit. Megnézte Nádasdi tanár úr a jelenetet. Kicsit úgy nézett, hogy hitetlenkedve, hogy biztos jól látta, amit látott, és azt mondta, hogy nincs ezzel semmi baj. Medve balett. Medve balett. Na jó, ha már... A medve balettet említette annak. Tornából te ugye föl voltál mentve. Nem tehát... igaz, nem. Miről beszélsz? A egyik legügyesebb. Erika, ha te bukásra álltál. Ez így volt. Legügyesebb tornál. Legbátrabb voltam. És mindent meg tudott csinálni. Na jó, akkor egy hiteles tanút szólítok be. Pintér Tamás, a főiskola mozgástanára. Nagy ilyen. Csak az igazat. A mai napig az egyik legügyesebb tanítványomnak számít. Úgy tartott számon? Először is, ami nagyon ritka, minden órán ott volt. Ugye? Hozta magával az egész osztályt. Olyan na, kis, tessék, olyan kis, meg... olyan kis puskagolyó, inkább ágyugolyó. És fantasztikus szaltókat ugrott előre, hátra. Ő volt az, aki meg tudta azt csinálni, hogy az 5 méteres létráról 2 karddal a kezéből lezuhant. És ezt az anyukám nem is tudta, mert nem engedett volna el az iskolában. Na most megmutathatod mindjárt. Most? Ebben a ruhában sajnos nem lehet. Istenem, de ugyanis megkészítettünk oda egy szekrény. Nézd csak egy... ide. Nézd csak ide. Az előbb rémült. Hát ez 1 méter. Gyere, ezt most kipróbáljuk. Át kell akkor öltözni. Nem, hát ebbe a jó. Ebbe a jó, gyere. Ki fog lógni a budim? Az a jó, majd eltekel. Majd úgy fényképezzük. Gyere, itt van. Mi, már nem emlékszem semmire. Itt van ez a izé. A gyerekek a szoknyában. Hát ezt majd én fogom. Álva? Igen. És tudod, emlékszel így előre. Előre. Várjál kicsit. De nehogy valami baja neked. Legyen. Itt. Jaj, Luka! Várjál. Gyere. Várjál. Én. Ki fog lomni mindenem. Nem baj, majd én eltakarom. Nem tudom, mit kell csinálni. Bólintasz és puf, gyerünk. Bólintasz és kitörik a nyakam. Igen. De lökjél. Gyerünk, majd én lököm a lábam. Bólintasz is! Hoppá! Nem ütettem meg a kérdéseket. Gratulálok. Tanár úr, és ezt nem is tudta róla. Na jó, hát ja, ez nagyon érdekes. A helyzet úgy áll, hogy ez az alkalmi osztálytalálkozó sajnos nem tarthat tovább, noha tőlem még hosszan tarthatna, és a műsoridőtől is. Pedig csak... jól állunk, azt még nem ismerjük. Az mit jelent? 15 éve végeztetek. Gratulálunk, ígyunk, van itt 2 pesgő, tessék! Osztózzatok rajta! Nagy vonalú vagyok! Sütit viszont
Jó, hát vihetek, jó, egy egész tálca sütit, ez a tiédek, Erika. Te olyan karcsú vagy. Anyukám pogácsája az, aki nálunk lakottának ismeri. Szóval a végén akkor valami olyan produkció kellene, nyilvánvalóan mindenki más színházból jött, éppen csak összetudtuk a társulat felét szedni. Következésképpen valami olyan produkció kellene, ami azért emlékeztet azokra az időkre, otthon is vagytok benne, és miután Györgyiék nem gyakorolták, be tudnak kapcsolódni. Most arról van szó, hogyha egy kicsit, szóval most már nem emlékszünk mi se annyira, de emlékezz, hogy mennyi pénzt kerestünk elsőbe azzal a nótával. Hogy? Hogy szilva vacsora. Jó, nem tudta, de hát nem tudta. Mindenre emlékszik. De hát ez... Ja, tömörüljetek akkor, jó? Ez nagyon mennyi éges. Volt egy, mennyi volt valami, egy... Szilva vacsora, 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 szilva vacsora. Kicsi gyerek, vigyél nekem tankanyikába, módosítunk szívetek, lesz meg lesz az ára. Aztán jövünk, aztán formára sül, és a többiek a butától meg lesznek ütve rá. Szilva vacsora, szilva vacsora, szilva vacsora, szilva vacsora, szilva vacsora. Szilva vacsora, szilva vacsora, Tankanyika messze van, de biztosan szép hely. Elutazom innen és a biztosan nézem. Nem sütésben élek majd az életemet, de idegen nem lenni mégis rossz lehet. Szilva vacsora, 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 szilva vacsora. Folytassátok majd utána a találkozót. Köszönöm, tanár úr. Viszontlátásra. Köszönöm.